Sziasztok! Ebben a videóban egy újabb kihívást mutatok be, illetve hogy én hogyan oldottam meg a szerkezetet. Bakker, nem néztem meg, hogy kiküldte egy pillanat. Igen, megvan. P.Bal00 küldte ezt a kihívást, egy malac persejt épített. Úgy nézett ki a dolog, egyébként a leírásban ott van a videója, hogy egy malacnak kidobálta a tárgyakat, a malac begyűjtötte a tárgyakat, és miután megölte a malacot, az visszadobálta a tárgyakat, vagy visszakapta a tárgyait. És akkor most megmutatom én ezt, hogyan valósítottam meg. Nagyon egyszerű kis szerkezet. Lerakom a malacot, és dobálhatok neki tárgyakat, ha nem megy el. Gyere vissza, ez nem igaz. És pont oda kell menni a szerkezethez. Ez direkt erővel lelövi a point. Menj már, arrébb. Hát nem igaz. Hát ez komoly. Na jó, akkor ide kidobálok neki tárgyakat így véletlenszerűen, csak így nem olyan látványos, mert látványosabb, hogyha semmi közepén van. Na igen, most látszódni fog. És ha megölöm a malacot, akkor visszadobja. Hát ugye látszik is egy pillanatra a trükk benne, hogy a malac ebbe a hopperbe gyűjti a tárgyakat, és azt másolja vissza. Ugye lehetne bővíteni, hogy ne hopperbe, hanem mit tudom én, ládába, az lenne ugye a legnagyobb, hogy egy láda van a hopper alatt, és azt másolja oda. Úgyhogy az egyszerűség kedvéért maradtam egy hoppernél. Tehát van egy fill clock, ugye az alsó meg a felső, azt pont fordítva mondtam, a felső meg az alsó kommandok az ezt működteti, és akkor ez a command block csak annyit csinál, hogy minden tárgyat, ami a malac mellett van, azt ide teleportálja hopper fölé, és ez a command block meg egy armor standet teleportál a malachoz, tényleg arról még nem is mondtam semmit, ott egy armor stand, ott halt meg a malac, azért van ott. Ez az armor stand azért kell, mert ha meghal a malac, akkor ez az armor stand fogja kimásolni a hoppert. A malac meghal, ő már nem tudja másolni, úgyhogy kell még egy entitás. És akkor itt van, ezt tesztel, hogy van malac? Ha nincs, akkor felgyullad a fákja. Hát amíg van ugye ez a komparátor jelet ad, úgyhogy nem világít a fákja. Ha nincs malac, mint most, felgyullad a fákja. És az armor stand, itt van execute parancsal az armor stand, vagy a páncélállvány, oda másolja magához a hoppert. Aztán ki is üti, tehát ugyanerre a helyre levegőt rak. Destroy paraméter, azaz törje szét. Ugye, amikor, tehát hogyha ha van valami a konténerben, az ilyenkor kiesik. A fénymásoló báránynál is ez a trükk volt. És aztán kitörli a hoppert. Tehát, hogy ne az legyen, hogy lemásolja a tárgyakat, mint a fénymásoló bárány, hanem csak az egyszer adja vissza. Most üres. Hát, annyi hátránya van a manacnak, azt mindjárt elárulom, hogyha túl sokféle tárgyat adunk neki, így, akkor az ott reked, tehát nem fogja beszívni a hopper, mert nincs több hely benne. De ha megadom a malacot, akkor elvileg meg kell maradnia, akkor megmarad. Itt van egy ilyen hibája, ezt is ki lehet játszani azzal, hogyha lassabb a jelgenerátor, ugye, hogy megvárja, hogy beszívja a hopper. Hát azt tesztelni, hogy tele van-e a hopper, az meg kicsit bajosan, ugyanis ha most terakom ilyen 64x tekkelhető tárgyakkal, valamekkor erősségű jelet küld, nem tudom, azt tippelem, hogy egyes. De ha nem stekkelhető, mondjuk kardokkal rakom tele, akkor pedig 15-ös erősségű jelet küld, szóval ezt meg kicsit problémásabb tesztelni. Ez az üveg cucc azért van körülötte, üvegblokkok azért vannak körülötte, mert ha túl gyorsan dobálom neki, a hopper nem tudja beszívni, most annyira nem volt látható, talán látványosabb, hogyha kiütem. Nem tudja beszívni a hopper, és akkor ilyenkor szétröpülnek a tárgyak. Na, nem tudja beszívni, és akkor lepattannak. Ezeket köri az üveg. Jó, tehát ennyi. Még a hátrányait is bemutattam. Igen. A leírásból a letöltő link, illetve a másik videó a kihívásnak a linkje. A kézikönyv óvjon.